alapvetően szerintem én pár éves kor még elég introvertált voltam. Volt egy pár barátom, de, de főleg két-három dolog érdekelt. Az egyik az a sport, úsztam, karateztam, versenyszerűen, és mellette, amikor egy 7 éves koromban bejött a számítógép, akkor az, a, az teljesen elrobolt, és azzal kezdtem foglalkozni. Eleinte többet volt szervizben, mint otthon, mindig valamit csináltam vele. Aztán utána ilyen gimik környékére, hogy így kezdtem serdülni, ott bekerültem egy ilyen színházi közegbe, és a gimiben nem tudták rólam azt, hogy általános iskolában kialakítottam, hogy a teljes kocka vagyok, aki nem mer hozzászólni a lányokhoz, és így, hogyha mégis akkor tudja, hogy rossz vége lesz. Na, innen fordult, fordult egyet a kocka, és ilyen színházi közeg, meg ugye sok-sok ember körülöttem az eléggé átvitt az ilyen extraveltált irányba úgyhogy az egy nagy változás volt. Egy közösség egy bizonyos mintát vagy értékerendet képvisel körülötted, akkor természetesen ahhoz nősz fel. Főleg, gyerekkorba gyerekkorban, fiatal körben az, a korban az ember összeszedi a mintákat maga körül, mint egy ilyen szivacs, kb. válogatás nélkül, és pont ezért leszünk valamilyenek, és szerintem a serdülőkorunk után, miután így kb. elkezdünk tudatosodni. Az egyik nagy feladatunk az az, hogy megvizsgáljuk a mintáinkat, és megnézzük azt, hogy mit tartok meg, mit akarok újat esetleg, mi az, amit el akarok engedni, és ez, 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 egy nagy küzdelem. És nekem is ez alapvetően így, így uh, innen jött, hogy, hogy voltak azok az emberek hogy a színházas környék, színház környékén, meg úgy a közegemben, akik így extrovertáltabbak voltak, elve azzal foglalkoztunk, hogy így közeg, közösségekbe járunk, előadunk, és ez hatása volt rám is. Úgyhogy szerintem mindig meg mind a kettő egyébként, már bár nagyon szeretek emberek között lenni, és nagyon szeretek uh, beszélgetni, nagyon szívesen elmondom a véleményemet, akár elő is adok, hogyha valamilyen téma előjön, de mindig haza nem feltöltődni. Tehát mindig van az a idő, amikor begubbozok, kicsit olvasok, számítógépen kutatok, van az a kutatós introvertált, én a mai napig szerintem ez az legtöbb ember egyébként így van, aki extrovert, tehát az is, az is, van egy ilyen feltöltődős időszak. Szerintem nagyon sokan, amikor ma arról beszélnek, hogy tegyük jobbá a világot, akkor akkor azt így elcsépeltnek érezzük, vagy azt mondjuk, hogy ez ilyen bullshit, hogy, hogy jó, tegyük, de hogy, 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 hogyan. És szerintem itt ezzel kapcsolatban az a kulcs, hogy, hogy megnézzük, hogy mitől lesz jobb a világ. Tehát például az én esetemben nekem az életemet jobbá tették a közösségek, jobbá tették a mentorok, jobbá tették eszközök, amik hatására tudtam változtatni a saját életemen, és, és azt vettem észre, hogy manapság amellett, hogy programozóként dolgozok, egyik oldalon, a másik oldalon sokkal inkább, illetve egyre inkább azzal foglalkozok, hogy hogyan tudnék olyan eszközöket adni az embereknek, hogyan tudnék olyan dolgot csinálni, ami velük saját magunknak jobbá tették a saját életüket. Szóval, ha ezeket az eszközöket átadjuk, akkor az már tudunk segíteni az embereknek, és, és gyakorlatilag a saját életüket tudják jobbá tenni. Ha pedig mondjuk mondok egy példát, tegyük fel, hogy lenne valami, amivel 10%-a jobban lehet tenni egy egész generációnak az életét, akkor az jobban tettük a világot. Ilyen például szerintem az időgazdálkodás. Ilyen egy csomó olyan soft skill, olyan tanulható készség, amiket manapság nem sok helyen oktatnak, de szerencsére azért megy a több helyen, és ezekkel az eszközökkel az emberek konkrétan tudnak változtatni a saját életükön. Tartottam egy kurzust a láthatatlan helyetemben, és arról beszéltem, hogy hogyan kell tanulnunk. Ott volt egy olyan élmény, egy lány a végén, és adott nekem egy kis Most azt írt ez a lány, hogy hogy a mindset műhely megváltoztatta azt, hogy a világot látom, uh, jobbá tetted az életemet, köszönöm szépen. Vagy valami ilyesmit. Na most ezt én később olvastam, és akkor hatása volt rám, főleg azért, mert ebben az időpontban uh, én meg voltam hívva egy bulira, és végül elmentem megtartani a műhelyt, de majdnem nem, és megkaptam ezt a cetlit, és utána annyira rosszul éreztem magam, és egyben egy ilyen keserédes dolog volt, mert nagyon örültem ennek a cetlinek, de mégis is szégyeltem magam, hogy, hogy én majdnem kihagytam azt, hogy ekkora hatásra legyek valakire, mert nem is tudtam, hogy amit teszek, az jó. Több olyan dolog, ami zavar, de az első sorban inkább azok a foglalkozik, amin, amin, tudunk könnyen változtatni. Szerintem legalábbis azok érdekelnek, amikre van befolyásom, kontrollom, vagy így nekünk így egyén szinten van. Az egyik ilyen, hogy az embernek, emberek, legalábbis körülöttem azt vettem észre, a utcán sétálva, nem mernek kapcsolódni már annyira. Van egy ilyen általános elfordulás egymástól, nincs bizalom, nem, nem nézek egy szemébe az emberek nagyon sokszor, nyilván nem mindenki természetesen, de hogy ez egy ilyen általánosság, ami szerintem kapcsolatba hozható azzal is, hogy a, a közösségi kommunikáció elterjedése által nincs gyakorlatunk abban, hogy társas kommunikációban megyünk részt. Elfejtünk kommunikálni rendesen, és elfejtünk kapcsolódni. És lényegében, hogyha bármit el akarunk kérni az életben, akkor először meg kell tudnunk kapcsolni. Vagy egymáshoz, magunkhoz, a, a helyzetekhez, kell, meg kell tanulnunk érteni, kapcsolódni azokhoz az a helyzetekhez, és ma ez, ezt nem látom, hogy ez, ez ennyire általánosan meg lenne. Nem azt mondom, hogy dugjuk a homokba a fejünket, mert, mert nagyon nem, Inkább csak azt mondom, hogy nagyon sok olyan uh, inputot láttam magam körül, amikor emberek tönkreteszik a saját életüket, a saját közérzetüket, egész egyszerűen azért nem tetszik nekik, amit látnak a világban. És megérteni teljesen meg tudom, inkább csak azt mondom, hogy, hogy uh, ha ezekben elvesznek, elfazolják azokat az energiákat, amiket arra tudnának fordítani, hogy ők maguk változtassanak a saját életükön, vagy olyan területekre hassanak, amikre van befolyásuk és hogy ez most egy közösség létrehozása, közösségbejárás, konkrét eszközök tanulása, vagy, vagy egymás felé jobban fordulás, vagy tényleg bármi, ezek teljesen egyénik, szerintem inkább csak annyi, hogy, hogy érdemes azzal foglalkozni, amire van hatásunk jobb, vagy a többet érdemes foglalkozni, amire van hatásunk, és nem mindig a negatív dolgokra figyelni. És azt gondolom, hogy, hogy ma, amit megtehetünk, és amit érdemes továbbadni, az nem az, hogy nem, nem ilyen ígéretek, hanem inkább olyan alapok, Amik, amik, javítják az esélyt, kommunikációs készségek, soft skill-ek, lényegében ezek olyan alapok lehetnek, amiken bármilyen körülmények között képesek vagyunk lavírozni. Teljesen másfajta mindset ez, másfajta gondolkodásmód, mint, mint amit mondjuk a szüleink kaptak eleinte, és mint amiből meg kell változniuk, és teljesen, teljesen más, mint amit mondjuk a nagyszüleink kaptak. Szerintem ez egyben egy tök jó dolog is, hogy ma már hát mondjuk, ki bár, bárkik vagy bármik lehetünk tulajdonképpen kis jó indulattól, optimizmussal, idealizmussal, de, de ebben felelősség is, mert ha nincsen meg a kereteink, a keretek nélkül lényegében simán lehet, hogy teljesen tévút vagyunk, vagy nem érünk célba. A régebbi keretek ebben sokat segítettek az embereknek, hogyha, hogyha látod az életpálya modelledet, hogy, hogy mik azok a cölöpök, amikkel mész, akkor, akkor hova jutsz. Ma ezek nincsenek, úgyhogy magunknak kell rakni. És ezek tanulható dolgok szerintem, is, ebbe hiszek, és pont ezen dolgozok, hogy amire nekem van lehetőségem, azokban olyan dolgokat teremtsek, amikkel az embereknek segítek ilyen szöröpöket lerakni. Szerintem van saját akarat, nagyon nagy mértékben működik ez a gépezet, van, van ok, okozat, tehát nyilván ezek a dolgok így működnek, viszont van egyfajta sorsszerűség, ami egyrészt veszhető karmának is, másrészt pedig gyakorlatilag ez úgy van, hogyha ha ma, ma teszek valamit, akkor lehet, hogy később úgy tűnhet számomra, hogy ez a semmiből jött, de lehet, hogy egész egyszerűen akkor ér be egy folyamat. Az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy, gyakorlatilag magunknál kezdünk változást, ha akarunk. És ez, ez, egy, ez nem az elcsépelt szinten, hogy olvasunk motivációs könyveket feltétlenül, hanem sokkal inkább az, hogy szerezünk olyan eszközöket, amikre szükségünk van. Időgazdálkodás, személyiségfejlesztésnek sok-sok olyan területe van, amivel tudunk foglalkozni, szerintem ez nagyon fontos. Minél inkább van esélyünk kontroll az életünk, annál, annál boldogabbak tudunk lenni. Másik, hogy, hogy a társaságok nagyon meghatározóak. Járjunk olyan társaságokba, vagy építsünk, csináljunk olyan társaságokat, amilyeneknek szeretnénk a tagjelenni, amik, amik előre visznek. Nekem is akkor működtek jólog, dolgok, amikor mertem menni, tenni, kérdezni, mertem megmutatni, hogy hello, nem tudok mindent, izé, itt egy csomó hiányosság, hibám, taníts kérlek. És hogy ezek a dolgok, amikor én felvállaltam azt, hogy, hogy, nem kell mindent mindig tudni, és ez szerintem a világban egy probléma, hogy azt hiszük, hogy mindig mindent tudnunk kell, és el is várjuk magunktól, nem feltétlenül. Szerintem nem tök jó, hogyha felmerjük vállalni azt, hogy ezt most nem tudom, és azt is felmerjük vállalni, hogy de ezt akarom. És a kettő dolog között van egy nagyon szép út, amiben nagyon sokan tudnak segíteni, egyrészt mi magunknak, mentorok, közösségek, és ezek azok a dolgok, amik, amik szerintem képesek elementálisan egy teljesen másik szintre tenni az emberek életét. Úgyhogy én hirtelen azt üzenem, hogy, <laughs> hogy járjanak a közösségbe, csinálják közösségeket, szerezzek mentorokat, barátkozzanak, nyíljanak ki és kapcsolódjanak.